üzletek, irodák, magánlakások. Többféle célra hasznosítja Sátoraljóújhelyváros önkormányzata a tulajdonában lévő ingatlanokat. A Gazdasági Városfejlesztési és Vagyongazdálkodási Bizottság rendelkezik önálló döntési jogkörrel a vagyonhasznosítás egyes kérdéseiben. A megtartott ülésen ebben a témában születtek döntések. Elsősorban a bérleti szerződések meghosszabbítására vonatkozóan. Arra szeretném felhívni a mindenkori bérlőknek a figyelmét, és ez alatt érthetünk egy földterületet, érthetünk lakást, érthetünk önkormányzati tulajdonú, de nem lakás céljára szolgáló helység, tehát üzlethelyiségre is gondolhatunk. És itt voltak rá a példák és döntések a bizottság részéről, hogy azokban az esetekben, ahol megfelelően karbantartotta az ingatlant a bérlő, szépen rendszeresen fizette a bérleti díjat, ott semmi akadálya nem volt annak, üzlethelyiségeknél például, hogy 5 évvel hosszabbítsuk a bérleti időtartamot. Területbérlésnél, ha hasonlóan pozitívak a tapasztalatok, a fű nyírva van, a bérleti díj időben fizetve, akkor 1 évről 3 évre hosszabbították a szerződéseket. Azonban az önkormányzat felelős tulajdonosként az ezt be nem tartók esetében nem hosszabbít. A mostani bizottsági ülésen ilyen eset nem volt, tette hozzá a bizottság elnöke. Ahol viszont azt tapasztaljuk, hogy nem fizeti a bérleti díjat, és ez még hagyján, mert ezzel lehet olyan módon segíteni, hogy kap egy figyelmeztetést, és akkor rendedi, ha elfelelkezett volna róla, de az adott ingatlant szétszette, lelakta, nem tartja karban. Nyilvánvaló ebben az esetben ez nem így történik, de nem erről szerettem, pont a jó példákról szerettem volna beszélni, amelyekről ma döntött a bizottság, hogy ezekben az esetekben akár fodrászüzletről van szó, akár egy kisebb-nagyobb területnek, a zöld területnek, a földnek a bérléséről, akkor ebben az esetben semmi akadálya nincs annak, hogy a bizottság támogassa a szerződésnek a meghosszabbítását, és ez így több esetben történt a mai ülésem. A korábbi bizottságok mellett ők a Gazdasági Városfejlesztési és Vagyongazdálkodási Bizottság is elfogadásra javasolták a 2023. évi zárszámadási rendelet megalkotására irányuló előterjesztést a képviselőtestület számára.